Tehát ez gyakorlatilag egy nagyon könnyed megoldása lesz, mert teljességgel elkerülünk majd a felváros, mindazok, akik észak-irányba akarnak bármely keresztülést. A tervezett út Miskolcot észak-észak-keleti irányban kerüli meg, folytatódva az M30-as autópálya megépült csomópontjából a Miskolc-Zsigmondi utca csomópontjáig. Az új út kétszer egy sávon épül meg, közel 6 km hosszúságban. A szakasz tartalmaz egy sajóhidat, 4 vasbetonhidat, Arnót körül egy körgátat, egy észak-dél irányú vízleeresztővápát, egy gátat az M30 alatti körforgalom bevédésére, valamint 4 darab földút csatlakozást is. Ez év szeptemberében elkezdődhetnek a munkálatok. A 26-os út elkerülésével kapcsolatosan jó hírrel szolgálhatok a felsőzsolcaiaknak. Az ivóvíz ellátás is a munkálatok során biztosítva lesz, még nagyobb biztonságban lesz. A második betáp is meg fog épülni, és amikor már az is elkészül, akkor ha minden jól megy, és a Jóisten is úgy akarja, akkor karsztvízzel lesz ellátva Miskolcról, Felsőzsolca lakossága is. Valószínűleg a munkálatok nagy része az következő nyáron fog elindulni, ugye előkészítő feladatokat lehet elvégezni ennek az évnek a végén, a humuszalás fog elkezdődni, illetve fakivágások, cserjekivágások, de a munkálatok nagy része az következő év nyarára tehető. Azt lehet mondani, hogy biztos, hogy fog forgalomkorlátozással járni, a kivitelezővel kapcsolatban még egyeztetünk, de a felsőzsolcaiakat fogjuk erről értesíteni, hogyha olyan jellegű esemény történik. Hát az útépítés az mindig nehézségekkel és forgalomkorlátozással jár, de a kivitelezőkkel mindent megpróbálunk úgy egyeztetni, hogy a legzökkenőmentesebben történjen majd minden. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak az árvízvédelmi szempontokra. A kis sajó keleti oldalán teljesen körülvéve Arnótot egy gátrendszer kerül kiépítésre. A bezárt árvizek levezetésére a Csorbató északi sarkától egészen a Sajó folyóig létesülni fog egy mély árok, amely elősegíti a kialakuló árvizek levezetését a Sajóba. A 2010-es árvíz legnagyobb előidézője a 3-as számú főút volt, ezért ennek áthelyezését az M30-as körforgalomtól a Kissajó hídig úgy oldják meg, hogy a megépítendő árok felé egy 130 méter nyílású hidat építenek. Felsőzsolca szempontjából talán ez a kék rész az egyik legfontosabb, ez egy 4,5 km hosszú vápa, amely árvízvédelmi szempontokat szolgál. Ugye amellett, amiatt, hogy ezt a vápát itt megépítjük, ugye át kell építeni a 3-as utat, mert ez az 3-as út most jelenleg ugye eltorlaszolja ennek az útját, itt is, illetve egy kisebb út itt. Ezért a 3-as utat itt fogjuk átvezetni, ahol itt látható egy külön szinten, tehát egy műtárgyban egy híd fog átvezetni e felett a vápa felett, valamint ugye ezen a kisebb rendű úton is egy híd fog átvezetni, és így fogja gyakorlatilag Felsőzsolcát majd a 3-as út elkerülni. Tehát talán azt lehet mondani, hogy ennek az észak-keleti elkerülőnek Felsőzsolca szempontjából ez a legfontosabb szakasza. A megrongálódott Felsőzsolcai bekötőút is átépítésre kerül. Alatta egy 120 méter nyílású hidat létesítenek. Lopper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs vezetője elmondta. Az elkerülő út, mint elsőfokú árvízvédelmi gát megoldja a térség minden településének árvízi problémáját is. A munkálatok 2013. szeptemberében indulnak, 2015. április 30-ig kell a vállalkozónak végeznie vele. Azt lehet mondani, hogy 14 milliárd forint kivitelezési költsége van ennek a beruházásnak. Ugye ebben egy 5,8 kilométeres kétszer egysávos kialakítás van, egy mintegy 1800 méteres kétszer kétsávos kialakítás, valamint ugye a vápa, valamint a gátrendszer, egy 4 kilométeres gátrendszer, és Európai Uniós támogatása az Úszécsényi terv keretében valósul meg. Ennek az útnak a megépítése azért fontos, mert egyrészt árvízvédelmi funkciója is van, és másrészt pedig tehermentesíti Miskolc forgalmát is. Ez minket zsolcaiakat, alsó zsolcaiakat, felső zsolcaikat is érint, hiszen mindenki szinte a gyerekét Miskolcra hordja iskolába, középiskolába, és a gyerekek is, ahogy busszal járnak, mentesíteni fogja a forgalmat, a teherforgalmat, mondjuk a Búzatérig. Eddig mindig óriási dugókba haladtunk a Felső Zsolcától Búzatérig, ez így meg fog könnyebbülni.